A legjobb természetes gyógyszer a mozgás, hatodik részét láthatod. Szia! Jelenleg egy olyan hét folyik nálunk, ami nem hétköznapi, hisz farsangi nyílt hetünk van, ahova beöltözve tudnak érkezni a vendégek, mi is beöltözünk, mindig valamilyen jó kis témát választunk, játékaink vannak, szóval nagyon nagy buli van itt a héten, és pont ez ihlette, hogy miről szóljon ez a mai videó. És bármilyen meglepő, a depresszióról szeretnék egy kicsit beszélni, az általános szomorúságról, ezeknek kezeléséről, okáról, és egy kedves vendégünknek a tapasztalatát is meg fogjátok tudni hallgatni, akinek korábban már volt ezzel tapasztalata. Na, hát ugye depresszióról akkor beszélünk, hogyha tartósan több mint két hétig levertséget érzünk, ok nélkül fájdalmaink vannak, általában társul hozzá önbizalomhiány, ürességérzet, és azt tapasztaljuk, hogy azok a dolgok, amik korábban boldogsággal töltöttek el minket, azok most úgy nem érdekelnek, nem vidít fel minket semmi. Ezeknek általában az oka az genetikai, pszichológiai és környezeti tényezők kombinációja. Természetesen azok, akiknek már volt a családjában depressziós, azok így a rizikófaktorba tartoznak, és ide tartoznak még azok, akik kábítószert fogyasztanak, vagy valami olyan jelentős életeseményen estek át, ami nagyon megterhelte őket lelkileg, de vannak olyan krónikus betegségek is, amik kiváltják a depressziót, vagy bizonyos gyógyszereknek a szedése is okozhatja ezt. Mi a körzben folyamatosan azon dolgozunk, hogy ne csak testileg, hanem tényleg szellemileg, lelkileg mindenhogy töltsük a vendégeinket, mert a hovatartozás érzés, az, hogy egy közösségnek a tagja lehetsz, az egy biztos mencsvár lehet, és hogyha meg tudod beszélni a problémáidat, hogyha hasonló korú és érdeklődési körrel rendelkező nőkkel találkozol, akkor nyilván meg tudjátok osztani egymással a problémáitokat is, és nagyon sok esetben még egy pszichológusnál is többet ér egy baráti fül, aki meghallgatja, hogy mi nyomja éppen a szíved. Ebben a videóban, ahogy említettem, a Viki tapasztalatát meg fogjátok tudni hallgatni. Ő fog beszélni egészségi problémákról is, és arról is, hogy leginkább a depresszióján segített a körsz. Ezt azt teszi lehetővé, hogy mindenkinek tudjuk a nevét, tudjuk ki mivel foglalkozik. Nálunk tényleg nagyon fontos, vagy megünnepeljük a vendégekkel a születésnapokat, megünnepeljük a kerek alkalmakat, hisz ugye rendszeresen figyeljük, hogy kinek hanyadik edzése van. Szóval nem csak egy vagy a sok közül, hanem te tényleg itt önmagad lehetsz, és nagyon fontos az a teljesítmény, amit te leteszel az asztalra. Amiről még mindenképpen szerettem volna beszélni, hogy az elmúlt időszak, ez az elmúlt két év a koronavírus járvány miatt nagyon sok ember életében nyilván egészségi problémákat okozott, de nagyon sok mindenkit mentálisan terhelt meg ez a helyzet, és sokan kerültek olyan élethelyzetbe, ami miatt azt gondolják, hogy akkor most nem tudnak elmenni otthonról, jobb lesz, hogyha inkább otthon vannak és bezárkóznak, mert nyilván home office-ba kerültek, stb. Ami nyilván senkit nem arra akarok biztatni, hogyha ő otthon érzi magát biztonságban, hogy de, akkor is el kell indulni otthonról, hanem csak arra gondolok, hogy az immunrendszerünknek a megerősítése az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogyha huzamosabb ideig otthon vagyunk, semmit nem mozgunk, teljesen kibillenünk a bioritmusunkból, a korábbi bioritmusunkból, az nem feltétlenül fog jó dolgokat eredményezni az életünkbe. Na de akkor most hallgassátok meg a Viki véleményét, és akkor egy pár fényképet és videót is fogok még hozzácsatolni nektek. Szia Viki, kérlek mesélj nekem arról, hogy amikor csatlakoztál hozzánk, akkor milyen egészségi kihívásaid voltak? Hát két évvel ezelőtt csatlakoztam a körzhöz. Túl voltam már 4 hasi műtéten, daganatos betegség miatt, és számos mozgásszervi problémám volt,
gerincsérv, mindenféle ízületi gyulladások, és még a depresszióval küzdöttem, ami igen nagy volt. Segített neked a kursz ezekben a, ezeknek a problémáknak a leküzdésében? Igen, nagyon sokat, főleg a pszichés állapotom, amikor miután elkezdtem mozogni, akkor sokkal jobban nyitottam a világ fele, kijöttem az utcára, termelődött az endorfin, illetve hát volt egy rendszer, hogy minden nap ide el kell jönni, és szépen mozogtam. Javult az egészségi állapotom. Szupi! Mit szeretsz a legjobban a körzben? Hát a lányokat, a maga az egész atmoszférát, hogy ide bejövök, és itt mindig vidámság van, pozitivitás van, mindenkihez van egy kedves szó, illetve hát az edzést, magát a mozgást. Nagyon jó. Ugye említetted, hogy azért több műtéted is volt, és ugye már akkor is, amikor itt tornáztál nálunk, így a műtétek között hogy tudsz tornázni? Hát miután megtörtént a műtét, akkor ugye az orvos utasítása szerint jöttem mozogni, és a lányokkal megbeszéltük, hogy mik a teendők, ők pedig egy speciális mozgásformát, ami helyettesítette esetleg, hogy a hasamat kimérni kell, másik gyakorlatokat állítottak nekem össze, és szerint edzettem. Szuper, köszönöm szépen a válaszaidat! Remélem tetszett nektek a Viki tapasztalata és az a kis videó, amit még hozzá raktam. Amit még szerettem volna mindenképp mondani, hogy a depresszió az nem összekeverendő az általános szomorúsággal, hisz ugye a szomorúság az az életünknek a normális velejárója. Úgyhogy ha sokszor érzed azt, hogy szomorú vagy, vagy ok nélkül esetleg levert vagy, vagy ilyesmi, akkor csak azt tudom neked javasolni, hogy kérj időpontot egy fittségi állapot felmérésre, gyere el, nézd meg ezt a klubot, nagyon színes, bulis, és igazából tényleg, ha már valaki bejött ebbe a terembe, akkor is érzi az atmoszférát, hogy, hogy mennyire egy pozitív hely, és hogyha még esetleg egészségi problémáid vannak, akkor abban is tudunk segíteni, vagy ha egyszerűen csak szeretnél egy közösséghez tartozni, szeretnéd az egészséged megőrizni, akkor is lehetőséged van nálunk tornázni. Kérj időpontot, ennek a videónak benne lesz a leírásába az előző adásoknak a linkje, ugye a YouTube csatornákon keresztül, és az elérhetőségeinket is meg tudod találni, és akkor várjuk a hívásod, és bulizzunk veled is együtt. Szia!